Felfelé ívelő pályát mutat a város költségvetése, elég, ha csak azt kiemeljük, hogy 2,5 milliárd forint jut fejlesztésre, beruházásra, hangsúlyozta a polgármester a költségvetés bemutatásakor. A költségvetés szem előtt tartja a munkahelyteremtést, a helyi vállalkozások segítését, az önkormányzati vagyon gyarapítását, megfelelő hasznosítását, a városfejlesztési kérdéseket. Többek között tervezi a városvezetés a belvárosi övezet megújításának folytatását, például a Szentháromság tér rekonstrukcióját, valamint a Kossuth-Ferenc utca gyalogos területeinek felújítását a postától egészen a Szálcsa utcáig, de nem sokáig odázható el a Kossuth Művelődési Központ épületgépészeti felújítása sem. Erre első körben 20 millió forintot fordítanak, de forrás oldali továbbgondolást igényel a téma. Megvalósítása vár a Kossuth-Ferenc utcán a katolikus bazársor előtti szakasz felújítása a Lipóti pékségtől a Szent Kereszt iskola kapujáig. Ehhez társul az önkormányzati tulajdonban lévő bazársor, valamint például az ügyészség a Tiszti Klub a Gubodi Patika épületének állagmegóvó felújító karbantartása is. Kiemelt feladatok között szerepel a kerékpárutak, a bel- és külterületi utak megújítása, a közbiztonság fejlesztése és a város adottságai miatt igen fontosak a csapadékvíz elvezető rendszert fejlesztő beruházások is. Külterületi utak felújítására mintegy 100 millió, a vízelvezető rendszer fejlesztésére pedig 45 millió forint áll rendelkezésre. Megközelítőleg 60 millió forintból a külső Kátai út felújítása, kerékpárút kialakítása valósulhat meg, ami az ipari park megközelítésének javítása okán kiemelt feladat. A költségvetés 1 milliárd 740 millió forint helyi adóbevétellel tervez, ebből az iparüzési adó tervezett mértéke 1,3 milliárd forint. Új adónemet nem vezettek be, adómértéket nem emelt a helyhatóság. Állami támogatásként 1 milliárd 676 millió forinttal kalkulálnak. Az önkormányzatnak továbbra sincs garancia és kezességvállalása, illetve hitelállománya.